Jó napot kívánok! Bagdi György vagyok, és olyan nagyon jól érzem magamat, mert nagyon szeretek grillezni. Így foglalta össze Bagdi György a sváb sütögetés hangulatát, aki már nem először járt a Budakalászi Német Nemzetiségi Önkormányzat rendezvényén. A hagyományokat éltetve hívta össze a helyi német közösség a lakosokat, érdeklődőket, barátokat és leendő barátokat, hogy együtt idézzék fel a régi szalonna sütések hangulatát. Sütegessünk együtt sváb hangulatban, eseménynek az adta az apropóját, hogy elgondolkodtam, hogy a mindennapi hétköznapokban milyen stresszes életet élünk, és mennyire jól esik néha ebből kiszakadni. És azon gondolkodtam, hogy mi lenne, hogyha itt a Schmidt ház udvarán rendeznénk egy olyan összejövetelt, amikor találkozunk egymással, csendesen beszélgetünk, és jó hangulatban magunkon kívül hagyjuk az élet rohanását. És mindeközben eszembe jutottak a gyerekkori emlékeim, a régi tábortüzek, hogy milyen hangulatos volt ott, ahogy körbeültük a tüzet, ahogy énekeltünk, milyen jó kis sztorizgatások voltak. És arra gondoltam, hogy a Schmidt ház udvar egy tökéletes helyszín egy ilyen tábortüzes találkozásnak. Úgyhogy hát megszerveztük, meghívtuk, elküldtük itt Budakalászon a meghívókat, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy nem csak a budakalászi svábok, hanem Budakalász lakosai is eljönnek, és örömmel látom, hogy tényleg eljöttek Budakalászról, és eljöttek a szerb közösségből is. Ezek az illatok, hogy ahogy így visszagondoltam a gyerekkoromra, a sült szalonna illatára, hogy ez tényleg egy ilyen felejthetetlen élmény. Hát úgy hirdettük meg, hogy a sütnivalót mindenki magának hozza otthonról, hiszen nem az volt a cél, hogy a német önkormányzat lásson mindenkit vendégül. A helyszínt az Alpen Rosettans csoport készítette föl a vendégek fogadására, melyért ezúttal is szeretnék nekik köszönetet mondani. Hangulathoz, ugye háttérben szól a zene, nem ez volt az elsődleges, tehát ma nem a tánc szántuk az elsődleges hangulatot, tehát háttérben szóljon a sváb zene, de hagyjuk, hogy hadd beszélgessenek egymással. És akkor még annyit szeretnék elmondani, hogy legközelebb itt a Schmidt ház udvarán augusztus 25-én lesz a következő rendezvényünk, akkor egy szerb-sváb zenés estet fogunk tartani, melyre ezúton is szeretettel meghívok mindenkit, aki szeret táncolni, tehát augusztus 25-e, este 6 óra. Minden korosztály megtalálta a neki legjobb elfoglaltságot a legkisebbektől a felnőttekig. Már grilleztem egy virslit, és anya még fog hozni ide chipset, meg májva cukrot. Már voltam itt egyszer május felállításon, és nagyon jó. Miket lehet itt játszani? Például fogócskát, bujócskát, meg falmászást, és ezeket tudom, amit lehet itt játszani. Nagy élmény volt az is a gyerekeknek, hogy maguk készíthették el vacsorájukat. Én itt nagyon jól érzem magam, mert nagyon jó a társaság, és nagyon sokat lehet mesélni. Sok ismerősöd van? Itt nincs olyan sok, itt még ismerkedek. De könnyen kapcsolatokat alakítasz ki, és új barátságokat, és akkor beindul a mesélés? Igen, könnyen. Na, mondd el, hogy te mesélsz inkább, vagy a beszélgető partnered? Ki a beszédesebb? Hát van olyan, amikor én, van olyan, amikor ő. Mit fogsz sütni? Sütettem egy virslit eddig, és most kezdek el egy másikat. A virslit ráraktam ugye a sütőre, és ott kitaláltam egy olyan technikát, hogy így a fejem a ház felé van, és akkor a tűz felé meg a virsli. Szépre száll a füst? Igen. És hogyan tálaltad magadnak a virslit? Egy tányér a salátával. Többeket magával ragadtak a sváb hagyományok. Volt olyan, aki nemrég csatlakozott a közösséghez.
Ildikóval mi március óta, és inkább lehet, hogy május óta, ugye május felállításkor találkoztunk először, és olyan jó hangulatú volt az a május felállítás, hogy szeretünk volna tagjai lenni aktívabban is a közösségnek, és akkor elkezdtünk járni az Alper Róza tánc csoportba, és innen jött ez a kapcsolat, és onnantól kezdve igazából amin lehet, és tudunk, családilag is részt veszünk, és ilyen ez a gyönyörű esős napon lévő sütögetés is, úgyhogy jól érezzük magunkat. Alapvetően ez a sváb tánc egy nagyon jó hangulatú, a magyar táncokat is nagyon szeretjük, de itt társas táncokat tekintve ez egy ilyen, hát mondhatnám, hogy egy picit talán könnyedebb műfaj, és mindig nagyon vidám, és én szeretem a vidám dalokat, zenéket, úgyhogy mi nagyon jól érezzük magunkat. A másik, amit nagyon szeretünk, hogy minden edzés után van még egy kis beszélgetés, és nem csak fiatalok, hanem idősek is alkotják, akár 70-80 évesek is ezt a tánccsoportot. Tehát ez egy igazán olyan alkalom, ahol a fiatalok és akár az idősebbek is együtt tudnak lenni, és nem csak arról szól, hogy tánc, hanem ugye akár eszmecsere bizonyos más dolgokról is, az életről. Nagyon jó hangulatú, szeretünk ide járni. Szeretem Ildikót, hogy mindig megpróbálja bevonni a közösséget, és nem csak a tánccsoportnak, hanem nagyobb körben is nyit, és próbálja akár így egész Kalászra nyitni ezt a sváb közösségnek a meghívását. Úgyhogy nem csak a sváboknak, szóval mi sem vagyunk feltétlenül úgy törzsgyökeres svábok, hanem egyszerűen szeretünk a közösséggel együtt lenni, és együtt tölteni az időt. Nyár végén még lesz egy nagyobb összejövetel a Schmidt-házban. A részleteket a Budakalászi Német Nemzetiségi Önkormányzat közösségi oldalán találják meg az érdeklődők.